Hello! Ez itt az első komment videó, amit remélhetőleg mostantól fognak majd további komment videók is követni. Alapvetően azért csinálom ezt, mert többször előfordult már, hogy Facebookon vagy YouTube kommentben kaptam olyan kérdést, amiről azt gondoltam, hogy érdemesebb lenne hosszabban is foglalkozni vele, nem csak egy írásos választ adni rá. Ugyanakkor nem feltétlenül van kapacitás, hogy teljes adást felhúzni rá, de mondjuk egy ilyen rövidebb komment videót megérdemelne a kérdés, vagy azért, mert sokan jeleztétek, hogy szintén fontosnak tartjátok, vagy azért, mert maga a kérdés tényleg önmagában véve nagyon jó. Úgyhogy mostantól szeretnék majd ilyen komment videókat létrehozni, hogy mikor és milyen gyakorisága ez alapvetően rajtatok áll, rajtatok múlik. Ha lesznek olyan kérdések, amelyek ezt megkövetelik, akkor nyilvánvalóan igen gyakran. Most, hogy már több mint 1000-en vagyunk, amiért hatalmas köszönet minden feliratkozónak, remélhetőleg majd ilyen eszközökkel, vagy ezekkel a videókkal is sikerül majd valahogy ezt a közösségiség érzést erősíteni, és akkor így fogunk tudni, ha egyelőre még csak a képernyőn keresztül is, de vitázni a felmerülő kérdésekről, problémákról. És a mostani videót az konkrétan Juhász Gábor ihlette, az ő kérdése, aki a legutolsó videómhoz írta maga kommentjét. Ez volt ugye az, amiben a párizsi terrortámadásról beszéltem, és leginkább arról, hogy a terrortámadás kapcsán előjött reflexek, vezetői reflexek, azok mennyiben szolgálják egyébként a terrorizmussal szembeni harcot, mennyiben segítik elő a következő terrorcselekmények megelőzését, és hogy miért van az, hogy alapvetően az egyedüli reflexünk egy ilyen borzalmas, elszomorító, elkeserítő és tényleg lesújtó esemény után az, hogy sürgetjük a háborút. És erre írta azt Juhász Gábor, hogy jó volt a videó, de én annak vagyok a híve, hogy aki A-t mond, az mondjon B-t is. Én is pacifista vagyok, és nagyon érdekelne, milyen más módokon lehet tenni valamit azokért az emberekért, akik jelenleg is az ISIS terrori alatt élnek, illetve azért, hogy a terrorizmust felszámoljuk. Mert értem én a szeretkez ne háborúz alapelvet, csak azt nem látom, hogyan fog ez bármit is megoldani. Láthatunk majd arról is videót? Itt a videót Gábor. És hát remélem és örülök annak, hogyha érted a szeretkez ne háborúz alapelvet, és sok sikert meg egészséget kívánok a gyakorlásához. Lehet benne örömöd. 4 szempontot gyűjtöttem össze, hogy gondoltam végig, hogy lenne érdemes esetleg elmondani. Az első az, hogy a terroristák hogyan definiálják saját magukat, hogy mire hivatkoznak, az halál lényegtelen. Hivatkozhatnak a Koránra, mondhatják magukat muszlimnak, iszlámhívőnek, iszlámkövetőnek, tök mindegy. Ők elsősorban nem mások, mint aljas gyilkosok, és ez a legfontosabb, amit tudni kell róluk. Az, hogy ők mivel próbálják igazolni a tettüket, az lényegtelen, hiszen gyilkoltak, vagyis olyan eszközt használtak, ami innentől kezdve lényegtelené teszi azt, hogy milyen érveik voltak, lényegtelené teszi azt, hogy milyen szempontokat próbáltak megkövetni. Ezek terroristák, és az, hogy ők próbálnak valahogyan legitimitást nyerni a tetteiknek, azt nekünk nem szabad figyelembe vennünk, hiszen nyilvánvaló, hogyha figyelembe vennénk, akkor épp az ő logikájuk szerint járnánk el, és ez az, amit nem szabad követnünk. Ebből az is adódik egyébként, hogy mivel nem szabad elfogadnunk a logikájukat, ezért halál lényegtelen, hogy ők muszlimoknak mondják magukat, bármelyik feledkezethez tartozónak is, egyáltalában nem jelent ez a cselekedet semmit a további iszlámhívőkre, iszlámkövetőkre, muszlim közösségekre nézve. Sem a már itt élő, korábban bevándorolt ősökkel rendelkező, sem a most érkező menekültekre, menekülőkre vonatkozóan, ennek semmi jelentősége nincs. Egyáltalán nincs. Aki azt gondolja, hogy van, az gondolja azt a helyzetet, hogy mi lenne, hogyha lenne egy olyan honfitársunk, aki egyszer csak fogná magát, elmenne, én nem is tudom, Angliába, és egy hasonlóan borzalmas tettre vetemedne, és azt mondaná, hogy ő ezt a magyarság nevében teszi. Elképzelhető, hogy lesz ilyen? Sajnos igen, bármikor lehet, hogy valaki van egy olyan élethelyzetben, hogy ezt gondolja igazságosnak, vagy ezt gondolja, ezt igazolhatónak gondolja, és így tovább. Ha így is cselekedne, jelentene ez bármit a magyarság egészére nézve? Nem. Ez az ember nem képvisel senki más, csak saját magát. Lehetne persze arról gondolkozni, miért itt egy ember ilyen kiszolgáltatott élethelyzetben, vagy miért gondolja azt, hogy joga van bárkinek is az életét elvenni, megnyomorítani, másokat tönkretenni, és így tovább. Tehát ezeket érdemes elemezni, de ettől még maga a tett nem jelent semmit, vagy nem jelentene semmit Magyarországra, a magyar népre vonatkozóan. És ezt minden ember értené, akinek egy kicsi gógyia is van. Ezt mindenki átlátná, és senki nem gondolná azt, hogy ettől Magyarország, vagy a magyar nép bűnös lenne. Nem. És éppen ezért nem szabad azt gondolnunk sem, hogy a muszlim emberek, az iszlámkövetők, iszlámhívők, azok bármiben is bűnösek lennének és osztoznának a felelősségben azzal, amit ezek a terroristák elkövettek. A második szempont, hogy az egész vitának rossz a kerete. Ugyanis
az, hogy mit lehet tenni az ISIS ellen, mit lehet tenni a terrorizmus ellen, arról nem most kellene elkezdeni gondolkozni. És akkor ide mondanék egy példát, hogy teszem fel, hogyha te nekivágsz az óceánnak, egy ladikon, és nem viszel magad a se vizet, se élelmet, semmit, de egyszer csak észreveszed, hogy nincs körülötted már szárazföld, akkor lehet, hogy elkezded nyakalni a sós vizet, mint egyedüli folyadékot, amihez hozzáférsz, de ezzel nem leszel kijebb a problémádból. Sőt, elősegíted azt, hogy még hamarabb száradj ki, hogy még hamarabb haj szörnyet. Na most valami hasonló játszódik le ezekben a percekben, ezekben a napokban is, ebben az időszakban, ugyanis nem arra gondolkozunk, hogy hogy jutottunk el ebbe a helyzetbe, hogy Párizsban 130 ember szörnyet hal, és további százak nagyon súlyos sérüléseket szenvednek ezektől a támadásoktól. Nem azon gondolkozunk, hogy milyen döntések vezettek el ide, hanem azon gondolkozunk, azokat a reflexeket hozzuk be, amelyek egyébként ezt a helyzetet előállították. Mire gondolok? Hogy, és ez a harmadik szempont, hogy nem úgy cselekszünk jelen pillanatban, hogy fölfogtuk volna a következményét, fölfogtuk volna a tanulságát annak, hogy mit cselekedtünk korábban, ami ilyen helyzetet eredményezett, hanem mintha nem is történt volna semmi az elmúlt 10-15 évben, mint hogyha nem lett volna egy 2003-as iraki intervenció, mint hogyha nem lett volna egy olyan helyzet, amiben Amerika és a szövetséges államok letarolták Irakot, szétzilálták az ottani társadalmi rendet, amiről lehet vitatkozni egyébként, hogy Saddam Hussein elnyomó rendszere, az mit jelentett az ott élők számára. De most alapvetően mégiscsak arra fókuszáljunk, hogy miközben korábban Irakban nem voltak terroristák, nem volt terrorizmus, az egyszer csak megjelent. És nem azért jelent meg, mert természeti körülmények így hozták, hanem egyszerűen azért, mert egy olyan szétzilált társadalmi rend alakult ki, hogy törvényszerűen radikalizálódtak bizonyos körök, tűnhetett úgy, hogy megoldást kínál a kiszolgáltatottságnak az, hogyha az emberek így vezetik le a frusztrációkat, így próbálnak érvényt szerezni a problémáik megoldásának, és így tovább, és így tovább. Ez egy nagyon komplex folyamat, de egyértelműen kimutatható benne az Egyesült Államok és az Euróatlanti Szövetségnek a felelőssége. Nem volt korábban ISIS. Nem volt. És éppen ez egy nagyon fontos, hogy most, amikor az van, hogy küzdünk az ISIS ellen, hogyha már küzdünk az ISIS ellen, akkor azt úgy tegyük, hogy ne eredményezzük majd 10 év múlva újabb és újabb terrorcsoportok, szélsőségeknek a létrejöttét, hogy a gyerekeinknek ne azzal kell majd szembesülniük, hogy a mi rossz döntéseink miatt mostanra már gyakorlatilag mindennapossá válik a Párizshoz hasonló cselekedeteknek az élménye. Szóval ez nagyon fontos, és ezeket a döntéseket most hozzuk meg, amelyek ki fognak hatni 10-15 évre. Tehát éppen ezért nagyon fontos, hogy azok a döntések, amelyekről már bebizonyosodott, hogy nem csökkentik a terrorveszélyt, nem eliminálják a terrorcsoportokat, a terroristákat, hanem éppenséggel erősítik őket, éppenséggel új terrorszervezeteket eredményeznek, hogy ezeket a döntéseket, ezeket lehetőleg kerüljük, és próbáljunk új döntéseket létrehozni, vagy találni. És akkor ebből jön a negyedik szempont, hogy vizsgáljuk azt, hogy egyébként mi eredményezi azt a helyzetet, hogy egyáltalán be kellett mennie Irakba az Euróatlanti Szövetségi Rendszernek. Hogy mi eredményezi azt, hogy miközben például mondjuk te lehetett tudni azt, hogy Észak-Koreának van atomfegyvere 2006 óta, valamiért nem volt fontos elmennünk harcolni Észak-Koreával. Miközben ugyanezekre a pusztító, tömegpusztító fegyverek hivatkozva Irakba meg el kellett menni. És nyilvánvalóan egy némásról van szó, mint az erőforrásról, a nyersanyagról, ami egyre inkább hiányzik. És azt lehet mondani, hogy igazából az iraki intervenció volt az első olyan háború, amelyet a 21. század első háború, amit szimplán és egyszerűen a nyersanyagért folytattak. És tekintettel arra, hogy milyen veszélyekkel terhelt ez a század, amivel most élünk, az ilyen jellegű háborúkra sajnos mostantól föl kell készülnünk. Ha csak, nem kezdjük el végig gondolni azt, hogy hogyan alakult ki az a társadalmi rend, az a gazdasági rendszer, amelyben már nincsen más lehetőség a jólét és a társadalom működésének a fenntartására, mint hogy a nyersanyagot most már erőszakkal szerezzük meg. Nyilván át kellene gondolnunk azt, hogy mivel hajtjuk az autóinkat, hogyan fűtjük a lakásainkat, hogyan fűtjük a különböző tereinket, hogy hogyan és milyen energiahordozókkal biztosítjuk az energiaszükségletünket, és így tovább,
Tehát itt jön be az a szempont, amit nagyon sokszor, főként Magyarországon, másodlagosnak és ilyen elszállt, lila ködben úszónak szokta gondolni, hogy az, hogy milyen energia politikát követ egy adott társadalom, egy adott ország, az bizony kihat arra, hogy hogyan viselkedik ez a társadalom, ez az ország a környezetével, a tágabban vett környezetével is. És éppen ezért nagyon fontos azt látni, hogy amikor mondjuk egy Paks 2-t épít a kormány, akkor nem csak arról van szó, hogy egy rendkívül veszélyes és rendkívül szennyező energiaforrásból próbálja meg a vélt energia szükségleteit Magyarországnak fedezni, hanem arról is szó van, hogy egy olyan politika mellett teszi a voksát, amely Ukrajnában háborút eredményezett, százak, ezrek halálát eredményezte, és amely jelenleg az egyik legkomolyabb veszélyt és fenyegetést jelenti, Putyin-Oroszországára gondolok, Európa stabilitására. Tehát látni kell azt, hogy ezek összefüggő kérdések, és amikor arról beszélünk csak, hogy az ISIS elleni harc, akkor valójában csak a felszínt kapargatjuk. Mert az ISIS veszélyes, és kegyetlen, kegyelmet nem ismerő, stb. Egy borzalmas alakulat, nem kérdés. És harcolni kellene, akár egy az is elképzelhető, én nem tagadom, vagy nem akarom eltagadni annak a lehetőségét, hogy kell fegyverrel is harcolni ellenük. De fontos azt látni, hogy ez csak egy része lehet a cselekvéseinknek. És azzal, és hogyha azt kérdezed, Gábor, és azt kérdezik mások, hogy szerintem hogyan lehetne valóban tenni az ISIS, a terroristák, a terrorizmus ellen, és hogyan lehetne megkönnyíteni, vagy segíteni a terrort elszenvedők életét, vagy azon dolgozni, hogy ne kelljen nekik kilátástalan időkre egyébként a terrorral együtt élniük, akkor azt mondom, hogy ahhoz nem elsősorban fegyverekre és több erőszakra és erőszakosabb fellépésre van szükség, hanem az egész világrendszerünknek, a gazdasági szisztémáknak az újragondolására, arra, hogy felismerjük, hogy nem tudunk fenntartható módon működni jelen pillanatban, ugyanis nincsen elégséges energiahordozónk, amiből tudnánk fedezni a szükségleteinket, tehát át kell alakítani az igényeinket, és azt, hogy ezeket az igényeket miből és hogyan fedezzük, hogyan biztosítjuk hozzájuk a szükséges energiát. És ez borzalmasan messzire vezet, nem is akartam most ennyire mélyen ebbe belemenni. Fogok egyébként valószínűleg, mert ez egy borzalmasan izgalmas téma, és igazából most, amiről beszélek, ez egy rendkívül akut probléma, amiből keveset érzékelünk Magyarországon, de nagyon fontos lenne, hogy minél többen kezdjünk el erről gondolkodni, kezdjünk el erről beszélni, mert ez az a probléma, ami összeköt minket a világgal, ez az, ami összeköt minket Európával, és ebben nem viselkedhetünk úgy, mintha minket ez egyébként csak ilyen másodlagosan érintene. Ez azokban a politikai konfliktusokban, amivel általában szocializálódunk, vagy amelyekkel általában foglalkozunk, ebben ilyen marginalizáltan szokott csak megjelenni, miközben ez az, ami most meghatározza azt, hogy mi egyébként milyen életet fogunk majd élni 20-30 év múlva, és főként azt egyébként, hogy a gyerekeinknek milyen életet kell majd élniük. Szóval borzalmas felelősségünk van mindannyiunknak abban, hogy ebben milyen válaszok születnek most. Egy biztos, önmagában bombázni, önmagában katonai, hatalmi választ, igen, erőszakos katonai választ adni, az nem vezet célra, és ahogy láttuk, ez nem csökkenti a terrornak a veszélyét, nem csökkenti a terroristák számát, hanem sajnos éppen, hogy megerősíti őket, sajnos, hogy éppen csak újabb és újabb terrorszervezeteket eredményez. Úgyhogy ez a válasz, ez csődöt mondott, új válaszokra van szükségünk, ahhoz pedig egy kicsit több gondolkodásra arra vonatkozóan, hogy mégis milyen ez a világ, amit részben mi magunk, részben az elődeink teremtette magunknak, de amivel együtt kell érnünk, és amivel muszáj valamit kezdenünk annak érdekében, hogy ne ezt a borzalmat folytassuk, amiben már így is épp elég sok szenvedést okoztunk egymásnak és saját magunknak. Úgyhogy röviden ez a válaszom, hát röviden 13 percet, de majd lehet, hogy a következő videókban kompaktabban fogok tudni fogalmazni. Köszi a kérdés, Gábor, és ha bárki másnak is lenne még kérdése, akkor nyugodtan Facebookon vagy YouTube-on tegyétek azt fel. Ciao.